A Bozsik programot annak idején azzal a célral hívták életre, hogy felépítsenek egy olyan rendszert, amelynek segítségével sikerül megtalálni és megtartani a futball számára tehetségeket. Volt időszak, amikor szünetelt a program, akadtak működési nehézségek is, de az utóbbi években gördülékeny a munka, igaz, a szervezők apróbb módosításokkal folyamatosan igyekeznek finomítani a rendszeren. A Bozsik program egy picit átalakult, országos rendszer változott, méghozzá a körzetek és az alközpontok száma változott. Eddig ugye nálunk Szabolcs-Szatán megyében 12 körzet és 4 alközpont volt, viszont azért a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy gondolta, hogy tényleg egyetlen egy tehetség se el, és minél jobban lehessen ezekre a tehetségekkel foglalkozni edzések szintén, tónál, szintjén. Így átalakította ezt a rendszert, és most már 7 alközpontú és 14 körzetünk van. Az ország második legnagyobb Bozsik Egyesületi Program van nálunk, méghozzá 73 sportegyesület vesz részt Szabolcsatnál Bereg megyébe, Pest megye után mi vagyunk a második legnagyobbak. Az intézményi programban is ugyanígy állunk, szintén Pest megye után a második legtöbb intézmény itt Bereg megyébe lépett be. Büszkén hogy 145 intézmény lépett be ebben a szezonban, ebben az ben a Bozsik programba. Ez persze rengeteg munkában jár, tehát itt a körzetvezető kollégák kerültek le a kalappal, amit, dolgoznak egész évben, hiszen nagyon, sokat, a nagyon sok szervezéssel jár, mozgatással, kapcsolattartással, ugye, hogy ezek a csapatok ott legyenek ezeken a tornákon. Újdonság az is, hogy a tavaszi és őszi tornák mellett most már a téli holt szezonban is pályára lépnek a Bozsik programban részvevő fiatalok. Eddig ugye három őszi és három tavaszi torna volt a gyerekeknek, most már a három őszi és a három tavaszi torna mellett télen is rendeznek két-két tornát. A Magyar Labdarúgó Szövetség egyik legfontosabb feladatának érzi azt, hogy a futszált valamilyen szinten népszerűsítse és fejlesztje, és ezt most a Bozsik programba is beépítette olyan módon, hogy a téli teremtornákat futszállabdával kell játszani a 9 és 11 éves gyerekeknek. A szabályrendszer még nem futszál, tehát azért ennyire még a gyerekeket ugye nem kavarják be, de már a gyerkőcök ilyen fiatalon 7-8-9-10 évesen megismerkednek magával a futszállabdával, ami ugye sokkal nehezebb, teljesen máshogy kell rugni őt, teljesen máshogy kell passzolni ezzel a labdával, és ebbe bízik a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy nagyon sok olyan gyerek lesz, akinek ez megtetszik, és majd utána a is fog tudni foglalkozni, és szeretnének foglalkozni. A másik nagyon fontos változás, hogy körzeti edzések helyett most már alközponti edzések vannak, és az alközponti edzések után van egy úgynevezett megye válogató, az követi egy régiós válogatót, területi válogatót, majd pedig a magyar utánpótlás válogatót. Tehát tényleg a leges falutól kezdve nyitott az út egy nagyon tehetséges a afelé, hogy a magyar utánpótlás válogatottban is szerepeljen. Két évszünet után idén ismét belépett a rendszerbe az U13-as korosztály, amelyben megyei szinten országos listavezetőként 42 csapat szerepel. A megyében egyébként egyesületekben közel 3000, intézményi szinten pedig több mint 6000 gyerek rúgja rendszeresen a labdát.